Sziasztok, sziasztok! Na, ez egy ilyen kis rövidke kis videó szösszenet lenne. Azért jelentkeztem be, mert be akarok számolni arra, hogy milyen szépen nő a szőlő. Egyébként idén nem nagyon várható semmilyen más termés, ugyanis mindenhonnan ezt hallom, más településekről is, hogy a sárga barack az idén nem fog annyira teremni. Bezzeg, ugye tavaly még a pálinkán kívül nem is tudom hány üveg lekvárt eltettünk, azt hiszem még kompótot is, és még van belőle talán 10 vagy 15 üveggel. Viszont idén egy szem barack nem lesz, viszont ellenben szőlő az már szépen pirosodik, és olyan durván gyorsan nő, hogy nekem néha le kell vágni onnan az eresz aljából a felkapaszkodó kacsokat, és innen is, és ott van kettő ág, amit viszont nem tudok elérni, mert erre a tetőre nem lehet felmászni. Ugye ez csak egy ilyen kis, hát nem is tudom milyennek a neve, ez a átlátszó műanyag, és hát ezek a gerendák már így is eléggé hajladoznak, itt megerősítettem őket pár éve egy ilyen fémpánttal, de már azt se nagyon bírják, úgyhogy lassan cserés lesz. Úgyhogy arra gondoltam, hogy a kis csapóajtón kimászok a hullámpalás műhelytetőre. Utoljára akkor voltam kín rajta, amikor kb. Ide költöztünk, és valamit ott a kéménnyel kellett javítani. Mert ez a tetőt azóta le akarom cserélni, illetve meg nagyobbítani azt a tetőrészt, felemelni a háznak a szintjére. De még eddig nem tettem meg, és talán jó is, hogy még nem csináltuk meg. Azért van ez a macsete a kezembe, mert megpróbálok oda kihasalni, és akkor levágni azt a két kinyúló szőlő ágat. És az egyik ott az internet kábelomra nőtt rá, úgyhogy remélem, hogy sikerül ez a művelet. Hát azért vagyok sapkában, mert nyár van. Nem, azért vagyok sapkában, mert nem akarom, hogy a hajam gátoljon, ide kéne kihasalni, ott már látszik is a ludas. Megpróbálok balesetmentesen. Na hát, nagyon kellemes idő van. Belesfészket még nem láttam, de lehet, hogy lesz. Na ez pont ezt elkapta az UTP kábelt, úgyhogy szépen gyere le róla. Azt hittem, hogy ez... Nem, azt hittem, hogy a kezem rövidebb. Ez így jó fogalmazás. Na, itt van pár vakolat darab, hogy bele szépen az esőcsatornába. Ezért kéne mégis csak a macsitat. A másra nem. Ez egy elég kezdetleges megoldás, nem én csináltam még mielőtt leszóljátok. Valaki, és hát valószínűleg az előző tulaj kis esővédőt akart ide készíteni. Hát nem vágom el inkább a netkábelemet. Oké. Oké. Az egyik oldal megvan. Próbálok átmászni itt a másikra, hát nem akarok egy ponton nehezedni erre a szarra. Mert tetőcseréhez végképp nincsen hangulatom, meg kedvem. Na itt. Nincs darásfészek itt se. Na ez jobban lejött. Oké, király. Mocsetesekkel.
Na, hát ennyi lett volna a művelet. Persze itt is látszanak azok a szálak, amik ugye az illesztéseknél meg a szélen kijönnek. Azokat már létráról is elérem. Ja, megvan ez a szegény, hát ilyen műgyantából van, talán látom, hogy ilyen szálak, ilyen üvegszálszerűségek vannak. Hoppa, egy darázs is van itt. Úgyhogy tökéletlen kicserélni full ilyen plexire, ami dupla falu ráadásul. Ez a polikarbonátos téma, amit ugye az üvegházra is szerettem volna. És hát az üvegház, az új üvegházra, úgy értem. Egyébként ez a terasz, ez nagyon a szívem csücske. Ez az megmenekült az internet. És azért kicsit kultúráltabban is néz ki. Hát, ha nem foglalkoznánk vele, akkor szerintem az egész házat egy idővel beborítaná. Amikor ide költöztünk, akkor emlékszem, hogy nagyon durván be volt ez a előtéri, pitvari rész nőve, és hát én rendesen visszavágtam. És szerencsére javára is vált ennek a fajta szőlőnek, mert rengeteg fürt van rajta, és szerencsére azokra küldi a tápanyagellátást. Általában így szoktam a kacsoknál eltörögetni. Persze mondjuk ezen pont van fürt kezdemény, de még talán, hogyha időben leszedem, akkor nem lesz gáz. Ott valahol volt egy ilyen kis benövés. Ugye ott ment fel. Ezt vágtuk szerintem el. Ezt is így visszatöröm egészen odáig. Ja, meg hát itt van egy kis fészek is. Lehet, hogy most épp nincsen benne a madárka. Ott van egy oszlop, nem akarom a nagyon megabajgatni. Úgyhogy ezért nem is mutatom meg. Egy ilyen kis vörös farkú madár. Hát, semmi nem látszik. Az a helyzet, hogy én se látom még szabad szemmel se. Viszont csomószor szoktam látni, hogy oda berepülés. Volt is talán egy ilyen éjszakai merengő, vagy valamilyen filó videó itt, aminek a készítése közben... Ja, nem az Xbox controller javítása, hogy abból is volt mondjuk egy pár. Abban volt az, hogy így szerelek, és akkor olyan gyanús volt, hogy így repked egy madár így át a teraszon. Még egyszer még nem lenne gyanús, de folyamatosan repkedett, és akkor vettem észre, hogy annak bizony itt van a fészke. Hát azt mondjuk már lehet, hogy egy székről is elérem. Macseta a földön hever. Épp nem érem el. Na, ez az. Csak így a nagyját. El lehet törögetni. Hoppá, ott már darazsak vannak. Ezt úgy kb. Olyan 2-3 hetente meg szoktam csinálni, ezt a két nagyot, amiért kimentem a tetőre, azt mondjuk nem. Azt elhanyagoltam. Hullanak a darazsak. Szerencsére ilyen délutáni időben már annyira nem aktívak, csak melegben. Ja, itt meg voltak egy kis kagyló meg kőgyűjtemény, majdnem ráléptünk. Ezeket hoztuk még a tengerpartra, csak itt vannak éppen kiszárítás alatt. Nagyon ezt tetszik a legjobban. Ilyen mészkő. Na, srácok! Csak ez a rövid szösszenet lett volna így mára. Úgyhogy megyek is tova. Legyetek jók! És a szőlővel csak okosan. Sziasztok! Ha tetszett a videó, lájkold, oszd meg, iratkozz fel, vagy kommentelj alatta. Továbbá követhetsz Twitteren, Instagramon, Facebookon vagy Ask-on is.